A nagy háború után az emberiséget tulajdonságuk szerint öt csoportra osztották, hogy békében éljenek. Így születtek meg a műveltek, a barátságosak, az őszinték, az önfeláldozók és a bátrak csoportjai. És mi van azokkal, akik egyikben sem, de mégis mindegyik csoportba tartoznak? Ők, a vezetők, az elfajzottak. Különlegesek, mivel generációnként csak két ilyen ember születik. Minden évben a 15 éves fiatalok el kell döntsék, hogy melyik csoportba tartozzanak. Döntésüknek súlya van, hiszen életük végéig abban a csoportban fognak maradni. Ez egy különleges év, mert ebből a korosztályból fog kikerülni a következő elfajzott pár. Feláldozók. Ők egyszerű életet élnek, önzetlenül segítenek másokon. Mivel a közösséget szolgálják, megvetik a hiúságot. Őszinték. Az őszinték számára az egyenesség a legfontosabb. Akkor is igazat mondanak, ha ez az embereknek kellemetlen. Barátságosak. A barátságosak művelik a földeket. Nekik a harmónia az elsődleges, mindig boldog. Műveltek. Azok, akik a tudást és a logikát tartják a legtöbbre, a műveltek csoportjába kerülnek. Ők mindent tudnak. Bátrak. Ők a védelmezők, a katonák, a rendőrök. Nem ismernek félelmet és szabadok. Egyesek őrültnek tartják őket, ami lehet akár igaz is. Megtörtént a beavatás. Már ti is a társadalom szerves részei vagytok, de minden társadalomnak szüksége van egy vezető párra. Egyedül maradtam. Lassan az én időm is lejár. Ki lesz
a következő elfajzott párt.